95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, szóval, hogyha az embernek a fülmenői között olyanok vannak, hogy gyógyszerészek meg orvosok, akkor viszonylag nehéz belecsöppenni az animáció világába. Te nagyon sok mindent tudsz rólam. Még nem, de remélem, hogy majd a műsor végére igen. Igen, tényleg valóban állunk a családban, a művészetet senki se csinálja rajtam kívül szakmaszerűen, de én is azt gondoltam, pont amiatt, hogy mindenki nálunk orvos vagy valami más természettudományos pályát visz, hogy majd ezt folytatom, de aztán mindenféle véletlenek meg kanyarok miatt aztán az animációs filmnél kötöttem ki, és most már ezt tűzöm 30 éve. Akkor ez nem volt semmiféle ilyen családi ráhatás annak idején a felmenők részéről, hogy de mindenképpen kellene vagy beállni egy gyógyszertárban, vagy a gyógyszerte nem tudom melyik kis szobájában különböző porokat vagy gyógyszereket kevergetni. Nekem ez nagyon vonzó lett volna. A dédapám a pemetefű cukorkának a feltalálója. Réti féle pemetefű cukorka. Én ezt nagyon szerettem annak ugye? Idején. Igen, és Békés Csabának volt egy ilyen gyógyszerész dinasztia alapítója. Ott a Réti Pál, a Békés Csaba megyei kórháznak a névadója, az ükapám, szóval egy ilyen família volt ott, és aztán ezt én nagyon el tudtam volna képzelni, hogy valami hasonlót csinálok, és egyébként hasonlót csinálok, éppen csak az animációs filmben, tehát a gyerekeim lehet, hogy majd átveszik az animációs stúdiót. Nagy különbség egyébként egy gyógycukorka gyár és egy animációs stúdió között ebből a szempontból nincs. Hát egyébként úgy lehet hasonlóságot hozni, hogyha a másik oldalát veszük, hogyha a gyerkőcök elmennek egy jó animációs filmet megnézni egy akármilyen moziba, akkor szívesen esznek közben cukorkát. Például, ha nem zörögnek. Igen, vagy hát a gyerekeknél tök mindegy, úgyis megbeszélik már közben a sztorit, igen, hogy én ezt láttam, és szerintem majd ez lesz, nem olyanok, mint a felnőttek. Ezért szép és varázslatos. Egyébként amikor kicsi voltál, még ilyen nagyon kicsi, 5-6-7-8-10 éves, 12 éves, akkor voltak elképzelések, hogy mi szeretnél lenni? Hát persze, hát ezek kellőképpen meg vannak ágyazva, mit tudom én, a dörmögő dömötörbe az ember lát egy jó, vagy a kisdobos újságban lát egy jó illusztrációt, ahol éppen ezzel foglalkoznak, ezzel a mi leszel pajtás, akkor az ember elképzel, hogy űrhajós lesz. Hála Istennek azért ennyire nem voltam naív. Én főleg emlékszem is, hogy egy medvebocsokkal játszó, ilyen kis, nem tudom, zöld ruhás pali nagyon megfogott, úgyhogy az erdészet, az például nagyon érdekelt, de aztán úgy hagytam magam sodorni, mert gondoltam, hogy úgyis előbb-utóbb úgyis gyógyszerész leszek, tehát ez nem lesz kérdés. Nagyon egyszerű volt egyébként az oké, és nagyon banális és suta. Biológiára vettek föl, illetve fölvettek az iparművészetére építészakra, és egy nap érkezett meg a papír mind a két helyről, hogy fölvettek, de az egyik helyen oda írták még, hogy és akkor kezdjem meg a sorkatonai szolgálataimat. A másik pedig az, hogy és szeretettel látnak a gólyatáborban. Szántódon. Tehát nem volt kérdés, hogy melyiket válasszam. A sorkatonaságot persze. Igen, igen. És akkor ennyire, mert abban az évben a művészeti egyetemistákat már nem vitték katonának, ez 88-ban volt, és akkor ezt választottam. Majd mindjárt visszatérünk erre a bizonyos iparművészeti egyetemre, meg utána az animációra, viszont előtte még az imént említettél egy ilyet, hogy mikor kicsi voltál, akkor elkaptál egy dörmögő dömötört, és emlékszel rá, hogy akkor medvebocsokkal játszó zöldruhás valaki, és akkor erdész szeretnél lenni. Egy animációs filmes fejében, egy rendező fejében, aki már benne van évtizedek óta a szakmában, ilyenkor, amikor ilyen kis meseszerű mondatokat mond, akkor egyébként pörög közben a film a fejében? Hát ennek a filmnek az illusztrációja ugye nagyon erősen a fejemben van, tehát ezt a rajzot más rajzolta. Lehet, hogy tudom is illene, hogy kicsoda volt a Dörmögő Dömötörnek az állandó illusztrátora. Van persze, hát millió történet, tehát most is egyébként a stúdióban ugye párhuzamosan 6 projektet csinálunk, tehát én állandóan mesék között vagyok. Na, akkor föltezem másképp a kérdést, tehát hogyha éppenséggel szeretnél kitalálni egy új sztorit, benne vagy valamiben, jött egy isteni szikra, és akkor már tudod is, hogy az új szereplőim az új animációban majd így meg így fognak kinézni, és akkor esetleg nem tudom, olvastál, vagy láttál, vagy hallottál valamit, és akkor jönnek a különböző ötletek, a különböző cselekményszálak, és amikor így viszed magadban tovább az egészet, vagy írod le a kis számítógépedbe, akkor egyébként azt már látod fejben, ja, hogy persze, fog az kinézni, persze, majd a mozivásznon. Hát sőt, általában azzal kezdődik.
Zömében azért nem mozivászorra tervezünk, hanem monitorra, sőt, ugye ez érdekes is, hogy a lépték az nagyon, nagyon nem mindegy, és ami a fejemben van, az leginkább mondjuk ezek a számítógépes vagy televíziós monitor, és hozzá kell magamat szoktatni vagy kényszeríteni, hogy az emberek többsége nem ilyen méretben, hanem sokkal kisebben nézi a produkciókat. Tehát a leginkább a telefonján nézi a filmeket, vagy tableten, de meglepően sokan nézik egyébként a zsebükből a ezeket a dolgokat. Olyan is van, aki el se fordítja, tehát ilyen nagyjából bélyegméretben is működni kell a dolog. És az az érdekes, hogy bélyegmérettől ilyen fél fotballpályányi méretig működnie kell, tehát a mozivászonon is működnie kell a dolognak, és ebben egészen piciben is. Majd beszélünk később arról, hogy mennyit változott a technika az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, hogy a gyurmafilmek világából hogy kerültünk odaig, hogy akkor bélyegméretben nézik a kis filmeket, akár a metrón, vagy a villamoson, igen, a gyerkőcök, vagy a felnőttek, viszont előtte akkor még visszaadod iparművészeti egyetem, oda bekerültél, aztán ott jött egy, hát mondjuk úgy, hogy kisebb Geller, mert akkor ott megjelent a Jankovics Marcel. Hát igen, hogy a Marcel indította az osztályt, és akkor elindultunk ebben az animációs filmes osztályban hárman. Megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy mi az. Tehát azt tudtam, hogy, hogy ehhez az emberhez kötődnek filmek, és azokat ismertem, láttam a Sisyphust, a küzdőket, meg hát azokat az egész estés és sorozatfilmeket, amiket Jankovics Marcel nevéhez kötünk, főleg a Fehér Lófiát szerettem, nagyon a János Vitézt, meg hát a Magyar Népmese sorozatot. És akkor leginkább arra gondoltam, hogy attól az embertől én szívesen tanulnék, vagy annak az embernek szívesen lennék az osztályában, aki ezeknek a filmeknek az alkotója, de hogy ez mit fog jelenteni karrierben, tehát bármi, de annyira fiatalként kerültem be, hogy arra gondoltam, hogy bármi lehet, tehát nem kell nekem most ezekkel az évekkel elszámolni. És aztán miután én is elkészítettem ezeket a vizsgafilmeket, és azok nagyon jól szerepeltek a nemzetközi fesztiválokon, úgy rám talált inkább ez a szakma. 20 éves voltál, körülbelül 21 éves voltál, az 1990-es évekről beszélünk, amikor ez történt, tehát 90-es igen, évek elejéről. Akkor azért technikailag nyilván nehezebb volt még összepakolni egy ilyen animációs filmet. Hát igen, igen, ezek ugye akkor filmre készültek, tehát filmnyersanyagra forogtak. Rendesen forgatni kellett. Igen, igen. Szuper 8-as kamerával. Szuper 8-as, 16-os, 35-ös kamerával, tehát befűztük a filmet, és akkor ezek ilyen speciális kamerák voltak ráadásul, tehát ugye az az animáció lényege, hogy minden egyes fázist föl kell venni. Tehát lényegében ezek olyan kamerák voltak, mint hogyha egy óriás tárolókapacitású fényképezőgép lett volna. Tehát egyenként exponáltuk ezeket a dolgokat, és fotó, mindig fotó, és akkor fotó. A végét. Ez olyan, mint az a kis könyvecske, amit így végig lapozol, és akkor lesz belőle egy ilyen kis filmszerű jelenet. Hát igen, mert ugye ennek az egésznek a forrása, a gyökere, a lényege az az, hogy az emberi vizuális észlelő apparátus, hogy kicsit ilyen bonyolultan mondjam azt, hogy szem. Ez ugye jó valamire, de nem jó mindenre. Tehát becsapható, nagyon sokféleképpen becsapható. Egyébként az összes érzékszervünk, a fülünk is, az orrunk is, az érzéke, vagy a taktilitás, tehát a bőrfelületünk is borzasztó sokféleképpen becsapható. Nyilván nem, ezek nem szuper eszközök. És ugye ez azt jelenti, hogyha elég gyorsan váltakoznak állóképek, akkor azt hiszi az agy, hogy ez mozgókép. Tehát mozgókép nincs, tehát a film az nem mozgókép, az mozgókép illúzió. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, és még nem mutattalak be, itt az ideje, hogy megtegyem. Hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en, M. Tóth Géza, rendező, producer, köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Gézával. Sláger FM 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is M. Tóth Géza, rendező, producer, animációs filmes, vagy hogy mondják ezt hivatalosan, animátor, nem az más? Igen, az animátor ebben a szakmában az, aki tulajdonképpen a színész, éppen csak ugye ő sose látszik, hanem a karaktereket mozgatja meg. Nagyjából a magyar változata ennek az animátornak az lehet, hogy mozdulattervező. Aha.
De az animációs film rendező az rendben van, csak azt nem tudja az ember, hogy melyiket írja egybe, hogy animációs film rendező vagy animációs film rendező. Szóval nem tud Gézával beszélgetek. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt közel 10 percben, negyed órában, többek között arról, hogy amikor nagyon kicsi voltál, akkor még erdés szerettél volna lenni, utána felmenők szakmájából, foglalkozásából kifolyólag vonzott a gyógyszerész, de orvos is lehettél volna aztán. Hát egy kisebb csavarral, méghozzá egy zamárdi gólyatábor miatt inkább az Iparművészeti Egyetemre mentél, mint hogy egyébként a másik felvételed is sikerült biológiából, és akkor mehetél volna máshová is, de ott sorkatonai szolgálatot kellett volna teljesíteni. Köszönöm, nem, inkább megyek a gólyatáborba. Na aztán eljutottunk odáig, hogy Jankovics Marcell, és akkor jött majd az animáció. Aztán hát eléggé berekeveredtél ebbe a bizonyos animációs filmvilágba, vagy animációs filmes világba, olyannyira, hogy 2007-ben majdnem, de sajnos mégsem, majd talán a későbbiekben. Viszont előtte még vissza oda, hogy ugye készíteni kellett vizsgamunkákat még annak idején a 90-es években, és a technika egyébként a 90-es évektől 2020-ig hát rengeteget változott. Elég csak arra gondolni, hogy akkor ne a Bogyó és Babócát említsük most hirtelen, hanem nem tudom, akármilyen hollywoodi szuperprodukció által készített animációs filmet, manapság 1990-es évek, se baj Tóbiás, az Gyurma film, de az is animációs technikával készül. Ezek hasonló dolgok, és a mai napig készülnek egyébként nagyszerű Gyurma filmek, és nagyszerű papírkivágásos filmek, és homokanimációk, és tárgyanimációk. Tehát ez a varázslat, hogy bármi megmozdítható, és bárminek adható lélek, mert ugye az animáció szó innen nyeri a jelentését, hogy az anima az latinul lelket jelent. Tehát az, hogy egy élettelen rajz, vagy egy élettelen tárgy, vagy egy élettelen baba, vagy egy báb, vagy egy gyurma darab, azáltal válik lelkessé, tehát lélekkel telítetté, hogy megmozdul, illetve, ahogy az előbb mondtam, úgy tűnik, hogy megmozdul. Tehát ez a mozgás illúzió az övé lesz. Ez tulajdonképpen ez egy örök dolog, ez teljesen független a technikától. Amit a technika hozott, az tulajdonképpen az animációnak valamiféle demokratizálódását jelentette, tehát az, hogy ma mindenki csinálhat rajzfilmet, vagy animációs filmet, hiszen ezek a digitális felvevő ketyerék, ezek alkalmasak arra, hogy nagy kapacitású, nagy tárolókapacitású fotógépe tulajdonképpen mindenkinek ott van a zsebében. És akkor, hogyha elég sok ideje van hozzá, vagy rászánja azt, nem tudom, egy hetet, két hetet, egy hónapot, akkor szépen meg tudja csinálni, viszont nagyon pepecselős munka ez is. De nagyon. Hogyha visszamegyek a Se baj Tóbiásig, és akkor kezdjük ezzel, majd utána beszélünk a 2019-es 20-as technikáról. Tehát, hogy a Se baj Tóbiást, hogyha veszem a Gyurma filmet, ami animációs technikával készül, vagy papír, vagy homok, vagy akármi, tehát, hogy azt megcsinálni, hogy akkor minden egyes fotó erejéig csak egy kicsit alakítani a kezén, vagy egy fél centivel arrébb tenni, és még azt befotózni, és ezt megcsinálni egymás után 142-szer, és utána még csak az első jelenet első egy másodpercén vagyunk túl, hát ennyit nem lehet dolgozni. Dehogy nem. Az animáció az csak így van, akkor is, ha gépen van, akkor is, hogyha ott áll az ember és izzad a lámpák fényében, mert egyébként ugye egy ilyen gyurma animációnál még az is egy nehézség, hogy elég meleg van, mert ezeket szépen be kell világítani. Erről nyilván Czakó Ferenc tudna sokat mesélni, a Se baj Tóbiásnak a szülő atya. És valóban ez van. Van egyébként ebben még egy érdekesség, hogy kilométereket lehet sétálni egy ilyen gyurma animációnál, mert ugye az ember mikor megmozdítja a kis karját, utána ki kell lépni a képből. És ez az odalépés, visszalépés, ebből simán összejön néhány kilométer egy napra. Ilyenkor a fotósnak van a legjobb dolga egyébként, tehát hogy amikor készen van a beállítás, effektíve tart nem tudom 20 percig, fél óráig, egy óráig, akkor utána feláll, oda megy, elkattint 3, 4, 5 vagy 15 képet, aztán visszaül és megint vál egy fél órát. Hát ugye ez az érdekes, hogy ugye az animációban, a klasszikus animációban, amikor ezeket a frémeket vagy képkockákat egyesével kellett filmszalagra rögzíteni, tulajdonképpen ezt ugye ki más csinálta volna, mint az operatőr. És amikor az ember azt mondja, hogy filmoperatőr, akkor mindenféle nagyon kalandos szakmát gondol, hogy hóesésben a vállán egy hatalmas kamerával küzd az elemekkel, és alkot és csinálja a képeket. Hát az animációs operatőr nem ilyen, ez valóban egy sötét szobába éli le az életét. És amikor egy jól végzett nap, az elmondhatja, hogy fölvett 6 percet, de simán lehet, hogy ezt a 6 percet majd aztán a vágószobába kivágják.
És aztán telt múlt az idő, a 90-es évektől hirtelen ugorjunk el, rengeteg változás volt egyébként, nyilván digitálisan, nyilván technikában mindenben, most 2020 van, és hogyha az ember szeretne egy akármilyen, nem tudom, sportkamerát vásárolni magának, akkor már pontosan tudja, hogy mi az, hogy FPS, hogy 20 vagy 30, hogy akkor milyen kivágás, hogy milyen színkombináció. Annak idején, amikor a 90-es években éltünk, akkor ilyenekkel tökre nem foglalkoztunk. Volt az embernek egy szmenája, és akkor fényképezett vele, pont. Igen, hát ugye egy ilyen szmenába a 36-os vagy a 24-es rollnit lehetett beletenni. Ha azt animációra használta volna valaki, az 24 képkocka lett volna egy másodpercnyi film, a 36-os pedig értelemszerűen másfél másodperc. Hát az azért eltart egy darabig, mire ez menával összejön egy értelmezhető animációs film. Ez egy más műfaj. Igen, manapság pedig, hogyha az embernek van egy akármilyen sportkamerája, ami egyébként 2 centiszer 3 centi, akkor, és megvannak a megfelelő programok otthonak és számítógépén, akkor pikpak össze tud pakolni, akár otthon is valami. Igen, igen, tehát az kivezérelhető a klaviatúrára, és akkor lehet exponálni kockánként, hogy ott van egy rögzített optika. Igen, ez biztos, és én ezt megmondom, és nagyon élvezem, hogy tulajdonképpen maga a műfaj rettenetesen gazdag, és tényleg csak a fantázia szab határt. Továbbra is igaz az, hogy a gép semmit nem csinál meg helyettünk, tehát leginkább nem gondolkozik helyettünk. Tehát viszont az eszköz az annyival rugalmasabb, annyival emberbarátabb, annyival olcsóbb és könnyedebb, hogy most aztán tényleg lehet ötletelni, gondolkozni, játszani bármit, és csináljuk is. Hát fejlődött annyit a technika az elmúlt 20 évben, 30 évben, hogy lényegében, hogyha az ember rászáll, nem is kell túl sok, csak valamennyi pénzt, és nagyon, nem tudom, utána néz, utána olvas mindennek, akkor akár kezdő animációs filmes, vagy nem tudom, filmrendező is lehet belőle a saját kis, nem tudom, YouTube csatornájára. Igen, 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 ez mondjuk azért érdekes, mert miközben ez megtörtént, ez a technikai evolúció elég gyorsan, több jó animációs film nem készült, és több jó film sem készült. Hasonló ez talán ahhoz, hogy nem tudom, 100-120 évvel ezelőtt az, hogy valaki készítsen egy fényképet, hát ahhoz fényérzékeny anyagot kellett rá kenni mindenféle felületekre, akkor bele kellett tenni ebbe a fakamerába, nagy fekete klepetusokba kellett bújni, stb. Stb. Egy-egy expozíció lehet, hogy mit tudom én, 10-20 perc volt, gondoskodni kellett arról, hogy közben semmi nem mozduljon meg. Ma nyilván folyamatosan fotózunk, hát mindenki szelfizik, és mindenki a zsebébe hordja a saját fotógépét, de sokkal több jó fotó nem lett. Viszont megtanultuk talán ezt a képi gondolkodást, és még az is elképzelhető, hogy tömegesedett az, hogy becsüljük azt, hogyha valami tényleg jó. Tehát lehet, hogy sokkal több a kép értő ember, nekem legalábbis van egy ilyen illúzióm, vagy egy ilyen talán kicsit naív elképzelésem, és szerintem talán az animációval, vagy a filmmel is így van, hogy miközben mindenki filmez, és mindenki csinálja ezeket a kis trükköket, meg kis filtereket, és mi egyebeket, ha lát egy igazán ihletett, és igazán szellemes, és igazán eredeti animációs filmet, vagy klippet, vagy valamilyen mozgóképes alkotást, legyen az akár most már VR vagy AR, akkor azt úgy azt mondja, hogy ennyi. Ez azért rendben van. Ez a mai slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban M. Tóth Géza, animációs filmrendező, producer, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Gézával. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is M. Tóth Géza, animációs filmrendező, producer. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt közel fél órában, többek között arról, hogy nem lettél erdész, bizonyos zöldruhás, medvebocsokat kergető kis animációs film, vagy dörmögő dömötör hatására, meg arról is, hogy nem lettél gyógyszerész, arról viszont igen, hogy lettél animációs filmrendező, Jankovics Marcell, meg valami, hát nem is Fonyódi, milyen gólyatábor volt? Szántódi gólyatábor, bocsánat, tudtam, hogy valahol a Balaton magasságában kell keresgetni. Déli parton. Igen, aztán beszélgettünk az elmúlt 20-30 évben a technika változásáról, hogy hogyan készült egy animációs film, vagy animációs filmes technikával egy Sebai Tóbiás, és hogy manapság hogyan készülnek az animációs filmek. Az animációs filmrendező egyébként, és effektíve kifejezetten te csinál olyanokat, hogy akkor készít animációs filmet, vagy egyáltalán egy animációs filmrendező mit csinál? Mert hogyha veszünk egy
egy sima filmet. Mondjuk beleképzeljük magunkat egy hollywoodi szuperprodukcióba, akkor a filmrendező az ott ül a rendező feliratú székben, és akkor a fején egy hatalmas fejhallgató, esetleg egy baseball sapka, és akkor nézi a monitoron, hogy akkor a Csillagok háborújában tényleg vívnak el, nem tudom, fénykarddal vagy nem. Igen, ez egy nagyon fontos feladat, a nagyon fontos szerep, nem tudja betölteni akárki, tehát ott az is, bár ott inkább produceri a szemlélet, tehát ennek a hierarchiának a csúcsán nem a rendező áll általában, hanem a producer. Az animációs rendező nagyon-nagyon gyakran felel nálunk is és máshol is a világon a filmnek a látványvilágáért. Tehát ha, most mit tudom én, biztos, hogy akik hallgatják ezt a műsort, sokan ismerik, vagy valószínűleg vannak olyanok, akik is rajonganak a japán animációért, és mondjuk a Miyazaki Hayao, aki a Chihirót, vagy a Vándorlópalotát, meg másokat, nagyszerű filmeket csinálta, őről lehet tudni, hogy egy egészen zseniális képzőművész. Tehát ő maga ezeknek a filmeknek a képi világáért felelős ember, miközben egyébként ő nagyszerű dramaturgiai érzékkel és nagy mesélőkedvel készíti ezeket az alkotásokat. Természetesen nem ő rajzolja végig, de ő határozza meg ezeknek a filmeknek a képi világát, és az animációs filmesek többsége ilyen. Tehát nem arról van szó, hogy csak dirigál, és csak elosztja a feladatot, és csak számon kéri, hogy minden készüljön el, hanem eléggé markánsan meghatározza az adott filmnek a képi világát. Én szintén ilyen vagyok, de nekem legalább ennyire fontos, és nagyon-nagyon mélységig belemegyek abba, hogy a film hogyan hangzik. Tehát nagyon minden filmem, minden produkcióm, legyen ez színházi, vagy opera, vagy játékfilm, vagy animáció, a hangi világ és a hangi világnak a miensége, szerkezete, dramaturgiája nagyon fontos számomra. Beszéltünk arról, hogy Csabai Tóbiás, beszéltél az imént arról, hogy akkor a Távol-Keleten hogy készülnek ezek a bizonyos animációs filmek, és nyilván lehet gyurmafilm, különböző animációs technikákkal készíteni bármit, amit Hollywoodban csinálnak, animációs film technika gyanánt, az nyilván az egésznek a legteteje, hogyha veszünk egy, nem tudom, Lecsót, vagy veszünk egy Némó nyomában, vagy akármilyen, nem tudom, tavaly vagy idén készült animációs filmet. Viszont, hogyha belegondolok, és említettél egy ilyet, hogy ez a bizonyos japán művész megrajzolja a látványt. Manapság a rajzfilmet mi választja el az animációs filmtől? Vagy most semmi. Már elmosogott a határ? Ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Tehát minden rajzfilm animáció, de nem minden animáció rajzfilm. Az animáció az csak annyit jelent, hogy ezzel a stop trükkel van elkészítve, és nem pedig folyamatosan forog a filmben, vagy a film a kamerában, ami ugye a játékfilm, kicsit leegyszerűsítve. Az a lényeg, hogy egy kép, meg még egy kép, meg még egy kép, meg még egy kép, hogy ott gyurma van, vagy most itt egy mikrofon van előttem, egy mikrofont is lehet animálni, hogy ezek rajzok egymás utánja, ezek digitálisan elkészített rajzok egymás utánja, ezek bábok, ez gyurma, teljesen mindegy. Attól animáció, hogy nem élő, az időből kiragadott állóképek egymás utánja úgy tűnik, hogy él. Tehát lélekkel ruházódik fel, animával, ezért lett animációs film. És innentől már tök mindegy, hogy arról beszélünk, az is animációs film, hogyha Amerikában elkészítik, és akkor nyilván ott a rajzok, vagy a különböző képek, a picture-ök, nyilván számítógépen készül az összes. Igen. És akkor kicsit változik a következő kép. Teljesen mindegy. És akkor tök mindegy, hogy valaki a kezével megrajzolja, és elmegyünk a Távol-Keletre, vagy Amerikában számítógépen. Teljesen mindegy. Teljesen. Ez, hogy ez 3D, számítógépes 3D, vagy valós 3D, tehát effektíve én mozgatom a bábokat, a babákat. Az előbb, tehát ugyanabból a műhelyből, ahonnan a Csabai Tóbiás került ki annak idején, említettük Czako Ferencet, az ő mestere volt, Foki Otto, mindenki emlékszik a kis csacsi kalandja, vagy a Mirmurra. Hát ezek ugye 3D-sek, éppen csak nem számítógépe generált 3D-sek, hanem effektíve ott van egy drótvázas figura, és azokat kell mozgatni darabonként. Lelkületét, logikáját, illetve észlelés pszichológiáját tekintve ez teljesen ugyanaz. És te, mint aki benne van ebben a szakmában több évtizede, és tanítottad is, vagy tanítod is még mindig, lehet ilyen hierarchiát felállítani egyébként a különböző animációs technikák között, hogy mi az, ami a piramis legtetején van, és az abszolút csúcs ennek az egésznek? Technikailag nem. Van hierarchia, fönt vannak a jó animációs filmek, lent vannak a nagyon rossz animációs filmek, de technikailag nincs. Én például most a lehető legbézikebb film nyelvvel és technikával foglalkozom, gyufaszálak mozgatásával készítek kis filmecskéket,
Csináltunk is tavaly, elkészítettünk egy 10 perces ilyen filmet, Matches a címe, egyébként nem olyan nagyon furcsa, ez azt jelenti, hogy juhák. És illetve azt is jelenti, hogy ilyen meccsek, vagy ilyen kis játékok. És hát most ez most egy pillanatra nem a szerénységnek lesz a helye, csak az ősszel összeszedtünk 10 nemzetközi fesztivál díjat vele, és olyan filmekkel is küzdött, amelyek a legcsili-vilibb számítógépes szoftverekkel készültek, miközben ez semmi más, mint egy kamera alatt néhány szál gyufát tologatok A-ból B-be, de attól, hogy ezek, ahogy megmozdulnak, és amilyen hangjuk van, egyszer csak elkezdenek jelenteni valamit, miközben mindig tudja az ember, hogy de hát ez nem azt jelenti, ez nem egy ló, ez nem egy nem tudom, egy almafát fűrészelő ember, hanem ez két szál gyufa, éppen csak ennek az egésznek hangi és mozgásos kontextus miatt megképződik valami a fejemben, miközben pontosan látom, hogy ez csak két szál gyufa. És ez ad egy olyan játékos örömöt, mint amikor minden ember csinált már olyat, hogy belelátott valamit a felhőkbe. Aha. És ez a fajta öröm kapcsolja össze az alkotót a közönséggel, és akkor ezekre a fesztiválokra azt mondja, hogy hurrá, én még ilyet akarok látni. Ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos gyufás dolog ez úgy történik animációs technikával, hogy lényegében egy ilyen non-figuratív valamit kipakolsz gyufaszálakból, aláteszed a megfelelő hanghatásokat, és mindenki azt gondol bele, amit akar, de nyilván a hanghatás az majd irányítja az ő gondolatait és fantáziáját. Mindenki azt gondol bele, amit én akarok. Hogy egész pontos legyen. Nagyon jó. 2007-ben történt az, hogy hát sajnos nem sikerült, pedig megvolt a lehetőség. Hát én nem tudom, hogy az sajnos, vagy nem sajnos. Arra gondolsz nyilván, hogy ott voltunk az Oscar-díjnak a kapujában. A Maestro volt, az éppen egy háromdimenziós produkció volt. Nagyon izgalmas volt. Jókor is jött, jól is jött, jól is esett megnézni Amerikát ebből a szempontból is. Tulajdonképpen egyébként ugye ez a fesztivál világ, ez egy létező ügy, hogy a nemzetközi szakma az szinte minden országban, sőt tudomásom szerint minden országban létrehozott ilyen filmfesztiválokat, sőt hát többet is országonként. Ma már erre egyébként egy hatalmas ipar van, tehát több ezer animációs filmfesztivál van, és hát nyilván ennek az egész iparnak a csúcsán viszont, tehát tényleg van egy ilyen hierarchia, az kétségtelen, hogy az Oscar áll, és aztán Cannes, Berlin és a többi nagy fesztivál, amiről lehet hallani, Velence vagy többiek. Ezek a sima normális fesztiválok, csak van egy külön animációs filmes szekció. Nem mindig, van ahol azt mondják, hogy tényleg azt, ott kibővítik ezt a jó és rossz dolgot, hogy nem, például Berlin így van, hogy nem érdekli a Berlinálét, hogy mi a műfaja. Azt mondja, hogy ott két kategória van, rövid és hosszú. Tehát alapvetően inkább egy ilyen forgalmazási attitűddel mennek. Volt, hogy mi voltunk aranymedve nomináltak is még 97-ben egy másik film, az Icarus című filmmel, ami egyébként az például egy kő animáció volt. Kicsit nehéz ezt a műfajt egyébként rádión keresztül érzékletesen elmondani. A repülés képességéről és képtelenségéről gondoltam, hogy a legjobban majd egy kő és por animáció fog mesélni, hiszen a kő maga a repülésre való alkalmatlanság, a por pedig a repülésre való alkalmasság, és addig kísérleteztem, amíg rá nem találtam valami olyan dologra, hogy ezt hogyan lehet animációs technikává alakítani, és akkor ott voltunk a 97-ben az aranymedve nominációig jutottunk, tehát nagyon sok ilyen élmény ért, és hála Istennek ezek a fesztivál események, az is, hogy megkapom a díjat, elég sokat kaptunk, az is, hogy nem kapjuk meg a díjat, ez azért hozzá edzett ahhoz, hogy se túl sokat ne gondoljak magamról, se túl keveset, nagyjából úgy lássam, hogy hol van a szakmai tudásunk éppen akkor abban a pillanatban. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban M. Tóth Géza, animációs filmrendező, producer, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM.
95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is M. Tóth Géza, animációs filmrendező és producer. Nagyon sok mindenről beszéltünk már. Beszéltünk Oscar jelölésről, beszéltünk Berlináréről, ahol nincs külön animációs film kategória, hanem rövid és hosszú filmek vannak. Őket ez nem érdekli, csak a forgalmazási szempont. Meg beszéltünk arról, hogy milyen animációs technikák lehetségesek, hogy a rajzfilmet igazából semmi nem választja el az animációs filmtől, csak lehet rajzfilmes technikával, vagy rajztechnikával is készíteni animációs filmet. Meg beszéltünk arról, hogy hogy lettél te animációs filmrendező, arról viszont még nem beszéltünk, hogy neked az utóbbi időben vannak az életedben kuflik és babócák és bogyók. Igen, vannak, és nagy örömmel veszem, hogy ezek az életem részét képezik. Talán onnan kezdem, hogy én 2002-ben létrehoztam egy animációs stúdiót, aminek a KED nevet adtam. Ennek nagyon egyszerű az oka, egy szép, napsütéses, májusi kedden alapítottam a stúdiót, és ennek az örömére ez a KED animációs stúdió. És itt valóban az elmúlt 10 évben szinte kizárólag gyerekrajzfilmekre koncentrálunk, és hát talán a legismertebb sorozatunk a Bogyós Babóca, Bartos Erika nagyszerű könyvsorozatából, ugye Erika rajzolta és írta ezt a könyvsorozatot, ebből készülő mesefilm sorozat, és elkészült már 4 évad, tehát összesen több mint 50 történetet tettünk át rajzfilmre, és ennek olyan aktualitása is van, hogy a 4. évadból összefűzött moziváltozatot most a héten vittük el mozikba. Reméljük, hogy pont itt a járvány első hulláma után most megnyílnak a mozik, és sokan fognak majd elmenni erre a produkcióra is, és mindenki meg tudja nézni, mielőtt újra bezárnak a mozik a következő járványhullámmal. Nem akarok ebből viccet csinálni, de tényleg szörnyű lehet egyébként, hogy a mozisok azt gondolták, végre kinyithatnak, és már itt a következő fenyegetés, de most szabad menni, lehet menni, tessék menni. Bogyó és Babóca elkészült már 4, pontosabban a 4. készült el a közelmúltban, Tündérkártyák, ez neki a címe, és van új szereplő egyébként, olyan szereplő bukkan fel a 4. részben, aki korábban nem volt. Igen, van egy, minden részben fölbukkannak persze új szereplők, ugye ez már azért is muszáj, mert több mint 100 szereplője van ennek a sorozatnak, még talán egy apró ide kanyarítható mellékmondat, hogy ugye ennek a sorozatnak az első perctől fogva, aki ismeri, azt tudja, Pogány Judit adja a hangját, nem csak a mesélőjét, hanem az összes figuráját, tehát elképesztő szinkron színészi teljesítmény egyébként 100 karaktert megformálni egyéniségében csak hanggal. Egy embernek, egy hanggal. Kicsit megváltoztatva a hangját. Hát kicsit, de olyan tényleg, az ott tényleg Dongó néni lesz, és az tényleg Baltazár a méhecske. De ebben a részben feltűnik egy nagy kedvencem, a Holdbogár, aki mozgás korlátozott, nagyon gyengék a lábai és a szárnya, és a barátok kerekesszéket eszkabálnak neki, amiben ugye nagyon fontos, hogy az hangsúlyozódik, hogy ő nem kiszolgáltatott, ő nem rá szorul a többiek segítségére. A többiek segítségé csak annyiban veszi igénybe, hogy ő önálló tudjon lenni. És én ezt nagyon fontosnak tartom, és hát megint csak tulajdonképpen mi átvesszük ugye ezt a mesét, tehát itt alapvetően ez megint Bartos Erikát dicséri, aki nem csak nagy empátiával, hanem nagy szakmai ismerettel nyúl ebben az esetben is, például a mozgássérült, vagy bármilyen más formában korlátozott emberek felé. Megszületett tehát a 4. része a Bogyó és Babócának, Tündérkártyák, ez a címe, az új főszereplő, vagy új szereplő ezúttal a kerekes székes Holdbogár. Hogyha egy gyerekfilmről beszélünk, akkor annak nyilván kell, hogy legyen vagy szigorú egyenes módon megmondott tanító és oktató jellege, vagy bújtatott oktató jellege. Hogyha veszünk egy, nem tudom, felnőtteknek szóló animációs filmet, vagy egy hollywoodi filmet, annak lehet, hogy csupán csak a szórakoztatás a lényege. Az animációs filmeknél ugyanígy van ez, akárkinek készül, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek, kell, hogy legyen valamilyen mondani valója, valamilyen okító jellege? Vagy csak a gyerekeknek hát, szántak? Azt gondolom, hogy nagyon, tehát didaktikusan nyilván nem, de miután mindegyiknek valamiféle dramaturgiai szerkezete van, szükségképpen ezek mindig jelentenek valamit.
ebben az esetben, hogy kapcsolódjak vissza ehhez a Bogyós Babócához, az, hogy az egymásra utaltság, az, hogy egymás igényeinek, másságának az elviselése, az, hogy közösségben lenni, az, hogy lehet hibázni, de azt jóvá lehet tenni. Ugye miután ez a legkisebbeknek szól, tehát ez 2-3-4 éves, 5-6 éveseknek esetleg, én azt hiszem és azt tapasztalom, hogy az, hogy ebből a sorozatból tudatosan hiányzik az öncélú és indokolatlan erőszak, az, hogy semmi olyan rossz indulatú dolog nincs benne cinizmus, nincs benne irónia, ami persze nem feltétlen lenne rossz, eltől kezdve máshol, de egyszerű mindennapi problémák vannak, amikkel a gyerekek ismerősek, és egy alapvetően a problémát megoldani igyekvő közösséget mutat föl. Nem mondanám azt, hogy ez mindenképpen valamiféle oktató, meg ilyen akkor is lenyomja az ember a torkán a gyereknek, hogyha ő nem akarja, hogy már pedig ezt most edd meg. De valószínűleg a népszerűségének az is oka, hogy ebben van valamiféle ilyen áradó elfogadás. Megszületett tehát a Bogyó és Babóca negyedik része, a közelmúltban látott napvilágot, Tündérkártyák, ez neki a címe. Volt egyébként rajzpályázat is hozzá, mehettek óvodások megnézni, rengeteg rajz készült. Igen. És akkor most az van, hogy köszönöm szépen, kicsit hátradőlök és gyufázok tovább, vagy egyébként fű alatt már készül a Bogyó és Babóca 5. Hát én nagyon remélem, hogy folytatni fogjuk tudni, mert én nagyon szívesen dolgozom ezen, és hát a stúdiónkban, a KED stúdióban, a Gyufa és a Babóca mellett még nagyon sok minden mással is foglalkozunk. Készül most Nasreddin Hodzsa történeteiről egy izgalmas sorozat. Nasreddin Hodzsa. Ott készülnek most a Kuflik, és nagyon sok minden egyéb készül ebbe a kis konyhába. Ez lett volna a következő, hogy akkor tegyünk le ide az asztalra egy kupac kuflit. Mi ez a kufli? Az unokaöcseim egyébként Bogyó és Babóca függők voltak még, nem tudom, pár évvel ezelőtt, meg volt Thomas a gőzmozdony, meg volt Dória felfedező, vagy nem tudom micsoda, aztán most már jönnek a kicsit felnőttesebb, kicsit nagyobb gyerekeknek szóló animációs filmek, vagy rajzfilmek. Maradjunk egyelőre a kufliknál. Mi az, hogy kufli? Kufli, Dániel András kortárs gyerekíró, hasonlóan Erikához szintén nagyon sok könyve jelenik meg, és hasonlóan Erikához szintén nagyszerű kortárs magyar gyerekíró. Az ő könyvsorozatát vettük alapul. Se nem kifli, se nem kukac, kufli, ez a teljes meghatározás, a pontos meghatározás, mert valóban egy kicsit kukacszerűek és egy kicsit kifliszerűek, de hát nem ez és nem az, hanem kufli. És nagyon izgalmas dolog részt venni egy olyan folyamatban, hogy valami nincs, tehát mondjuk 5 éve nem létezett kufli, és elérkezünk oda, hogy egy generáció számára evidensen van, hogy kufli. És ez borzasztó izgalmas, tehát hogy mondjam, a teremtéssel analóg. Ez pont kérdés lett volna egyébként a későbbiekben, hogyha van esetleg egy mese, akár egy kortárs mese, akár egy korábbi mese, ami betűk formájában, vagy az embernek a fejében, az agyában, film formájában megvan, és akkor egy animációs filmrendező úgy gondolja, hogy akkor én ezt, ha nem is húsvér figurává, de látható figurává teszem, akkor így kitalálja a fejében, hogy akkor az a bizonyos főszereplő, hívjuk azt kuflinak, vagy babócának, az kb. Hogy néz ki. Igen. És igen, ennyi az egész, és rajzolgat, aztán majd a 22. verzió jó lesz. Hát azért ez egy sokkal nagyobb munka, mert ahhoz, hogy ezeknek egyénisége legyen, ahhoz, hogy a közönségnek ehhez köze legyen, tehát most elmondom a 7 kufli nevét, ugye ott van Pofánka, ott van Bélabá, Fityírt, Zödön, Hilda, Valér, Titusz, hogy a beszélő Fatuskóról és az ő odujában lakó Mohamanyiról már ne is beszéljünk. Tehát az, hogy valaki megkapja, nem tudom, ballagási ajándéknak a Fityírcnek a plüss változatát, és pontosan tudja, hogy ez kicsoda, hogy beszél, és mi az ő, ő jelleme. Azt, hogy eljusson idáig egy karakter, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó munka. Nagyon jó játék, jó munka. Szóval mi ezt csináljuk a KED-ben, és hát remélem még sokáig fogjuk csinálni. Egy utolsó kérdés a végére, Géza. Szóval megszületett a Bogyó és Babóca 4 Tündérkártyák, ez neki a címe, az új szereplő ezúttal a kerekesszékes Holdbogár. Erről is beszéltünk, megbeszéltünk a kuflikról, megbeszéltünk a gyufáról, megbeszéltünk a Maestróról. 2007-ben majdnem Oscar-díjat, pontosabban jelöltek benneteket Oscar-díjra, és akkor az utolsó kérdés a végére. Most egyébként mi az, ami nagyon dolgozol, mi az, ami nem tudom, még ebben az évben vagy
a következő évben majd a kezeid vagy a kezeitek alól kijön, és akkor lesz belőle egy ilyen kisebb, rövidebb vagy hosszabb animációs film? Ami a következő lesz, amivel meg tudunk jelenni, az nagy valószínűséggel a Kufliknak a harmadik évada, és szintén lesz moziban is. De egyébként pedig, bár ez egy új beszélgetés nyitna, tudom, hogy ez mint záró gondolat már egy kicsit fejnehéz lesz, én nekem még az operaház bezárása, mert most felújítják az operaházat, a Magyar Állami Operaházat, bezárása előtt volt egy megkezdett munkám Wagnernek, a Nibelung tetralógiájának az első három részét már színpadra vittük, azt rendeztem és a látványtervezője voltam. Tehát a Rajna kincse, a Valkür és a Siegfried és az Istenek alkonyát szeretném megcsinálni, illetve tartozom még az operaháznak ezzel. Úgyhogy valószínűleg, amikor újra nyit, akkor egy ilyen munkám lesz, illetve egy másik színpadi vagy színházi munka vár rá most hamarosan, az Amadeusnak a Schaffer darab, aminek ismert ugye amerikai változata is az Amadeus című film. Ez vár rám színházi munkák között, úgyhogy jönnek a rajzfilmek, csináljuk az animációs filmeket, és ilyen jellegű produkciókra is várok. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Viszont kívánom. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en. Nem Tóth Géza, animációs film rendező és producerrel. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszont látásra.